Zóna TV. Kapcsolatot teremtünk. Iratkozz fel csatornánkra. Réf Fülöp önkormányzata három jelentős pályázati támogatással, melyek összértéke majdnem 1 milliárd forint, olyan fejlesztéseket valósíthat meg a következő hónapokban, melyek példaértékűek és nagy mértékben befolyásolják a település további fejlődését. Megújul energetikai szempontból a polgármesteri hivatal, új közösségi tér jön létre, mely turisztikai látogatóközpont is lesz, a Rózsakert projekt során pedig a vízparti terület is megszépülhet. Kondor Géza, Réf Fülöp polgármestere foglalja össze a következőkben a beruházások részleteit. Javában folynak a munkálatok a polgármesteri hivatalban szeptember óta. Ez a projekt a három közül a legkisebb, ugyanakkor jelentős, fontossága pedig nem kérdőjelezhető meg. Erre az épületre, a hőszigetelésre és energetikai korszerűsítésre több mint 87 millió forintot nyert az önkormányzat, 100% top pluszos, tehát Európa Uniós forrásból származó összeget. Ez a projekt fizikálisan már az ősszel szeptember közepe körül elkezdődött, és most majd, hogyha ugye körülnézünk az épületben, látszik az, hogy a fűtés, korszerűsítés, tehát hőszivattyús fűtés, beltéri egységek kiépítése, nyílászárok cseréje, ami már megtörtént teljes egészében az épületen, tetőszigetelés, ami nem látszik, de fent van már is, tehát az már növeli az épület hatásfokát. Tegnap óta működnek a napelemek, ami 24,6 kW áramot biztosít, és még szerencsénkre a szaldó elszámolással fogja majd az épületet ellátni a következő években. Remélhetőleg megvalósult, és most remélhetőleg az ünnepek után pedig a hőszigetelés is kívülről meg fog történni az épület színezésével, ami optikailag is azért az épületnek egy egészen fiatalosított új megjelenést fog biztosítani. Mindez az épületnek a létesítménynek a fenntartásához és működtetéséhez nagy mértékben hozzájárul. Az előzetes tervek szerint a meglévő gázkorszerűsítést szerették volna végrehajtani, azonban az energiaárak emelkedése miatt új koncepciót alkottak. Átterveztettük és kértük a műszaki tartalom módosítását. Szerencsére ezt megkaptuk. Egy pár hónapot igénybe vett, de nagyon örültünk neki, amikor engedélyezték a napelemek telepítését és a hőszivattyús fűtésrendszernek a biztosítását. Úgyhogy én még természetesen tapasztalataink nincsenek, de számítások alapján de valószínű, hogy egy közel önfenntartó épületben fogunk tudni dolgozni a következő évtizedekben. Tehát megtörténtek már a nyílászáró cserék, működnek a napelemek, minden a tervezetnek megfelelően halad. Előreláthatólag február végére be is fejeződnek a munkák. A révfülöpi közösségek számára ugyancsak fontos fejlesztés történik a projektnyitó rendezvénynek helyet biztosító épülettel kapcsolatban, mely a vízparthoz, a mólóhoz közel helyezkedik el. Ez nagy átalakuláson megy át a következő hónapokban, mintegy 530 millió forintos támogatásnak köszönhetően. Ugye ez az épület, ami a Halász utcában található, az egy nagyon régi épület, ami a pályafutás alatt már nagyon sok funkciót betöltött. Volt ilyen lábakon álló hajszárító pajta az épület egy része, ami a tervezőt meg is iklette egyébként, és ezt a hangulatot próbálja ilyen üvegfalakkal visszaadni, legalábbis az épület egy részén. Aztán az én praxisomba, oda jártam iskolába, első osztályba, utána volt házasságkötőterem, azt a szolgáltatását is még én is igénybe tudtam venni, aztán lett könyvtár belőle. Honismeretű múzeumunk volt egészen a mostani kiköltöztetésig. Ugye a Tóparti Galéria az a nyári turista szezonban legendás volt, még az elmúlt nyáron is nagyon híres művészeknek a műveit mutatta be, és az épületben jó pár éve már egy magángalőria is működik. Jelenleg az épületet már kiürítették, és a kivitelező kiválasztása is megtörtént. És abban bízunk, célként tűztük ki, hogy a nyári turista szezonra már kívülről az épület állni fog. Hát az egy nagyon optimista, nem lehetetlen, de talán túlságosan is optimista megközelítés lenne, hogy a nyáron már újra helyére költözhetne a Tóparti Galéria, illetve a Honismereti Múzeum, de az biztos, hogy amint elkészül az épület,
Le fog költözni a Turinform irodánk, tehát most nem is Turinform, hanem turisztikai információs iroda neve, tehát függetlenítettük és kimondottan Réfülöp specifikus, illetve környékkel foglalkozó irodaként üzemeltetjük, ami biztosítja ettől kezdve az épület 12 hónapos látogatóságát, tehát mind a honismereti gyűjtemény múzeum, mint az időszakos kiállítások, mint pedig az egyéb külön termeinknek a civil szervezetek által történő igénybevételét. Különböző turisztikai attrakciók is tartoznak a projekthez, tehát ilyen Nordic Fogging útvonal lesz kiépítve, olyan kerékpártúra útvonal, ami kerékpárral a környéken levő romai kori templomromokhoz fog túrákat vezetni, illetve kitáblázni és kalauzolni. Úgyhogy egy komplex olyan turisztikai szolgáltatást fog biztosítani ott Réfülöp szívében, ahol tulajdonképpen a Balaton kerékpár útja küszöb előtt megy el. Ugye a hajó kikötőtől alig 100 méterre vagyunk, a vasútállomástól sem messze, tehát a turisták ott minden információt, szolgáltatást meg tudnak kapni, és a helyi nevezetességünket az épületben szintén meg tudják nézni. Mintegy 300 millió forintos támogatást nyert el a Rózsakert projekt, mely szintén a vízparton helyezkedik el, és a helyiekben szép emlékeket ébreszt. Régen az a Ibolya cukrászna melletti rózsakert egy legenda volt. 12-13 éve egy kisebb pályázat lehetővé tette a részleges felújítását, de ez arculatilag nem tudta azt a megszokott környezetet biztosítani. Ez sokunknak azért úgy hiányérzetet jelentett. A jelenlegi terveink szerint ezt a régi hangulatot élesztjük újra, nyilván az új korszaknak a építési eszközei, fejlettebb növényi technológiájának a bevezetésével, rózsalogosokkal, különböző tematikus látványelemek, rózsák kertje, szerelmesek kertje, költészetek kertje, tehát még sorolhatnám, de mint jeleztem, hogy puskáznom kellene hozzá, mert a tervező tényleg egy annyira sziporkázó, képviselő hölgyekkel, urakkal folyamatosan egyeztetett, helyi hagyományokat ápoló, kis környezetet, szinte egy tanöstvények halmazát is beleszőtt ebbe a dologba, hogy nagyon bízunk abban, hogy ez a jövő év végére meg fog valósulni, hát nyilván a növények ültetésénél a bizonyos biológiai ütemezéseket is azért figyelembe kell vennünk, de az, hogy megvan a kivitelezők, munkaterület átadás megtörtént, az összeg a számlánkon van és rendelkezésre áll, én azt gondolom, hogy ez már ettől kezdve csak türelem kérdése. Tehát a jövő ilyenkor a megújult rózsakert reméljük, hogy újra Réfülöp egyik fő nevezetessége lesz. A három projekt tehát közel egy időben zajlik, és mindháromnak jelentős szerepe van Réfülöp jövőjének építésében. Hát én azt gondolom, mint amikor az időkereket úgy megpörgetik, hogy szinte évtizedeket ugrunk előre. Réfülöpön erőből eddig is próbált fejleszgetni, de ez egy olyan nagyságrendű fejlesztés, ami most gyakorlatilag egy varázsütésre, alig egy év alatt, több év előkészítő munkatán persze, de meg tud valósulni, hogy még föl se fogjuk, hogy a tizedes vesző most odébb ugrott egyel, mint ami egyáltalán nekünk az eddigi álmainkban szerepült. Nagyon boldogok vagyunk, és azért annyit még el tudunk mondani, hogy nem ilyen szerencsénk volt, nem lehetett volna ekkora szerencsénk, ha mi ezekre nem készülünk úgy tudatosan, hogy például a megújult látogatóközpont, látogatóközpontunk, mert ez a neve ennek a halászhoci projektnek, hogy kulturális és turisztikai látogatóközpont. Ennek már 2018-ban, amikor még ezeknek a pályázatoknak nyoma sem volt, akkor már érvényes építési engedéllyel rendelkeztünk, kiviteli tervekkel, tehát tudtuk, hogy mit akarunk, és én azt gondolom, hogy erre nagyon büszke vagyok, és ezt tudom bárkinek ajánlani, bár nem vagyok erre felkedve, hogy én adjak ötleteket kollégáimnak, hogy tényleg merni kell nagyot álmodni, tehát hogyha tudjuk, hogy mit akarunk, tudjuk, hogy mi a megvalósításra vezető út, legyőzzük az akadályokat, helyi építési szabályzatmódosítás, meg egyéb ilyen bürokratikus tevékenységek tömkelege. Szemben merünk nézni a költségvetéshez, mennyibe kerül. Biztos vagyok abban, hogy bármelyik településről van szó, hogyha valami már csak pénzkérdése, az előbb-utóbb előteremthető, illetve valamilyen szinten lehet olyan forrás keresni, ami megsegíti ezt valósulni.